Képen az idei és a tavalyi év vízfogyasztásának a grafikonját látjuk. Látszik, hogy a kékkel van az idei, itt egy picit erősebb volt a tavasz, de aztán nyáron közel egy színben voltunk, és most a június végi, június 22-25 közti hőségi adóba ez a nagy puk volt a vízfogyasztás. Ami majdnem megközelítette a tavalyi csúcsot, tette hozzá Tóth László. A Pannonvíz diszpécser szolgálatának vezetője elmondta, hogy az elmúlt években sorra dőlnek meg a vízfogyasztási rekordok, és most ismét 40 ezer köbméteres vízfogyasztási értékekről beszélünk. Majdnem megvolt a rekord. Majdnem megvolt az idei első hőségriadónál a tavalyi rekord. 100 köbméter hiányzott ahhoz, hogy megdőljön. 41.900 köbméter fogyott tavaly, idén 41.800-at állítottunk be. Bízunk benne, hogy azért még lesz még ennek folytatása. Általában olyankor szokott vízfogyasztási rekord lenni, amikor egyrészt ugye hétköznap van, másrészt meg a hőségriadónak olyan harmadik, negyedik napja, akkor azért már nagyon betelik a pohár mindenkinél, jóval többet zuhanyoznak, jóval többet locsolnak. A legnagyobb arányban a Győrtől délre eső területeken nőtt meg a vízfogyasztás. A szakemberek szerint azért, mert a magasabban fekvő területeken drágább lenne kutat fúrni, mint vezetékes vízzel locsolni. A Pannonvíz győri vízellátó rendszere Győrt és a környező agglomerációt látja el, hozzávetőlegesen 40 települést látnak el győri vízzel. A szakemberek még arra is felhívják a figyelmet, hogy nem csak télen, de most nyáron is érdemes figyelni vízvezetékeinkre. Amikor nyaralni utazunk, érdemes olyankorra elzárni a vizet. Nehogy esetleg valamilyen csőtörés formájában nagy meglepetés érjen minket, hiszen hogyha elzártuk, akkor nem fog kifolyni. Nagyon fontos még, hogyha megjövünk nyaralásból, akkor ne egyből ígyunk a csapvízből, hanem jól engedjük ki a vízcsapokat. Ebben a nyári melegben egy-két hét alatt nagyon kellemetlen íze lesz az állott víznek, úgyhogy a csővezetékekben lévő vizet jó erősen öblítsük ki, jól folyassuk ki a csapokat, ezáltal majd a bűzelzárók is megtelnek, és ez a csatornának is jót fog tenni. Tehát nyáron is figyelmesen kell bánnunk a vízzel és vezetékeinkkel, hogy ne érjen bennünket meglepetés vízóra leolvasáskor. A vízmérő leolvasók egyébként ezekben a hetekben fejezik be az éves vízmérő leolvasásokat, tette hozzá Tóth László.